telefonébresztő. Tessék felébredni! Tessék felébredni! Székely Sándor, a Szolidaritás országgyűlési képviselője van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok! Zebrákról fogunk beszélgetni, ugye sokféle zebra van, vannak nagyon erős zebrák, meg sokkal erőtlenebb, gyenge, egész csenevés zebrák is. Mondjuk egy angliai zebra az nagyon erős, mert az minden autót megállít, amelyik a közelébe jön. A magyar zebra az olyan közepesen erős, és aztán ha megyünk keletebbre, mondjuk Moszkvában pedig egészen erőtlen zebrák vannak ott, mint hogyha nem is lenne úgy suhannak át rajta. Ugye önnek az a javaslat, hogy miután meglepően sokban... Halló, hall? Halló, vétel. Halló. Igen, mi halljuk. Most már én is, jó napot. Jól van. Szóval azt nem tudom, mennyit hallott abból, amit eddig mondtam. Hát, hogy Moszkváig jutottunk. Szóval különféle erősségű zebrák vannak, és hogy önnek az a meglátás, hogy valamit Magyarországon tenni kéne, hogy erősítsük a zebrákat, mert hogy meglepően sok baleset történik Magyarországon is a zebrákon. 18-ban 30, tavaly pedig 39 embert gázoltak például halálra zebrán. De hát mit lehet tenni? Mert hogy ez alapvetően kulturális kérdés, nem? Hát zebra van, lassít, megáll, ennyi. Igen, hát ennél sokkal súlyosabb a helyzet, én azt gondolom. Naponta 3 baleset van. Tehát naponta 3, ez több, mint átlagban, van, amikor több. Tehát több, mint 1000. És ebből valóban tavaly 40 körüli volt a halálos, de hát rengeteg közöttük a nagyon súlyos, és sajnos azt is hozzá kell tennem, hogy rengeteg baleset van olyan helyen, egyébként szintén halálos, ahol ugye nincs zebra, de kellene, csak a szabályozás miatt nincsen, és ugye ezért történnek, rohangálnak át az emberek a úttesten, és ezért történik baleset. Tehát én azt gondolom, hogy elég szörnyű a helyzet, és persze van egy ilyen kultúra is a dolognak, de Magyarországon én azt gondolom, hogy speciális a helyzet. Egy 1984-es szabályozás van érvényben, ami ugye van módosítva az elmúlt években, de hát azért ez toldozza-foldozza van, és közben 2 dolog történt. Egyrészt sokkal-sokkal több autó van az utakon, másrészt pedig ugye sokkal gyorsabbak, és hát a gyalogosoknak is sokkal több az, ami elveszi a figyelmét, de mobiltelefon, zenehallgatás, stb. És úgy egészen drámai helyzet, ez az egyik, a másik pedig az, hogy... Bocsánat, ez nem szabályozási kérdés, amit ön mond, mert nyilván sokkal több az autó, ugyanolyan zebráink vannak, mint 1984-ben, meg az egész szabályozás egészen... Na de mit lehetne szabályozással javítani ezen a tényleg elég drámai statisztikán? Meglehetősen drámai statisztikán. Hát nekünk van egy munkacsoportunk, és a következőket állította össze, tehát hogy csak pár dolgot mondok, hogy tehát lehetne az utcai közlekedés az előadástól 30%-kal nagyobb ezeken a gyalogos átkerülőhelyeken. Tehát bocsánat, csak hogy jól értsem, tehát azt mondja, hogy jobban meg lenne világítva, tehát már messziről lehet látni, hogy ott van egy zebra. Így van. Tehát újra kéne festeni ezeket az egész országban, rengeteg helyen teljesen el vannak kopva. A lámpás átkerülőhelyeknél hangos jelzéseket kellene kialakítani, össze kéne hangolni a Vazéval, tehát ezekkel az autós irányító rendszerekkel a Google Maps-ot, hogy beírni, hogy hol van gyalogos átkerülőhely. 40 kilométerre kéne levinni a sebességkorlátozást az óvodák, bölcsödék körül, illetve hát ahol lehet, jó lenne, hogyha ha lehetnének úgynevezett ilyen okos zebrák, amik akkor kezdenek el villogni, amikor gyalogos ér a környezetben. Jó, hogy egy ilyen lámpasor villog előtte valahol. Már van egy-két helyen Magyarországon is ilyen. Na most, és akkor is érkeztünk egy fő problémához, egy-két helyen már van, mert az országos közút ezeket valahol engedélyezi. De van, ahol meg Budapesten viszont például nem engedélyezik, itt történik a halálos baleset. Mert? De miért nem engedélyezik? Tehát mi az ellenére? A törvényre hivatkozva. Hivatkoznak, hogy ez nincsen benne a törvényben. Na jó, de az törvény... azért engedélyezi, mert nincsen benne a törvényben, tehát akkor lehet. Hát a törvény nem mondja ki azt, hogy szigorúan tilos villogó zebrát csinálni, akkor miért ne lehetne? Hát ezt a Budapest közúton kell. Ez mi ez a Budapest közút? A Budapest közút például erre hivatkozik. De mi ez a Budapest közút? Mi ez egy cég, vagy mi hát, ez? Hát ez nagyon bonyolult, látja, ugye már ide is érkeztünk a Zebra projektnek a közepébe. A gyalogos átkerülhelyek kezelése nagyon bonyolult. Tudnék, hogy valamikor a terület a fővárosi, vagy a valamelyik önkormányzat területe kezébe van, de úgynevezett a közút, a magyar közút, ez a Budapest közút, aki kezeli az utaknak a közlekedés technikai ügyeit, azoknak kell engedélyeznie a zebrákatnak
a csinálását, hogy ez ki ez a cég? Ki ez a cég? Hát a Budapest közút az elméletileg a fővárosé. Aha, tehát a főváros hozhatna egy olyan rendeletet, gondolom ez 2 perc, 20 másodperc, főleg ha önök már előkészítették, hogy akkor mi is engedélyezzük, és nem kötözködünk. Ez is így van, csak ez így van, én fel is vettem, tehát ez is sajnos több szállon futunk, már hónapok óta küzdünk ezzel az ügyel, és egyébként azért nem is fogjuk meg abba hagyni, ameddig ez nem oldódik meg. Tehát csak így van, a főváros hozhatna egy ilyet, és fel is próbáltuk is fölvenni a fővárosi önkormányzattal a kapcsolatot, Karácsony Gergelyel, Dorosz Dáviddal, meg másokkal, de egyelőre még sajnos nem jutottunk dűlőre, ez ügy, de sajnos hát a parlamentben jobban állunk, mert ott egy bizottság éppen most foglalkozik ezzel, ez az én kezdeményezésemre, a fővárost még nem sikerült meggyőznünk, hogy ez egy értékes ügy. Bár hogy nem érnek rá foglalkozni vele, vagy bocsánat, arra ugyan, csak hogy jól értsük, hogy a fővárosi, nem tudom kik, a korifeusok azt mondják, hogy nem, ne villogjanak a zebrák, vagy egyszerűen csak nem érnek rá ezzel foglalkozni, mert ők azt mondják, nem, tehát ők nem engedélyezik, tehát már több ilyen próbálkozás is volt, egyébként polgármesterek részéről is, hogy legyenek ezek a okos zebrák is, mindenféle ötlet van egyébként ezen felül is, de hogy legyenek, de a budapesti közúton ez egyedül nem megy át. Nem engedélyezik. De nem tudjuk, hogy miért nem, tehát csak mert... Hát erre csak találgatni, mindenféle okokra hivatkozunk, de leginkább arra, hogy a törvényi szabályozás miatt, és egyébként ezért is gondoltam azt, hogy többek között, hogy oké, hát akkor változtassuk meg a törvényt. Hát ha tényleg ez lenne a törvény, de hát jól értem azt, hogy amelyik a törvény nem tiltja, tehát nyilván még föl fog találni. Törvény nem tiltja, az országban van már 60-70 helyen ilyen, de Budapesten például ez nincsen. Egyébként rengeteg minden mást is kéne csinálni, vagy lehetne, de ez speciál tényleg egy nagyon faramúci helyzet, mert az országban sok helyen működik, jól működik, Budapesten nem engedélyezik, tragikus módon itt van a balesetek fele is, a halálos áldozatok fele is. Mégis visszatérnék oda, hogy ez azért kulturális kérdés. Évekkel ezelőtt kitaláltam a zebra kócienst, hogy különböző országokba vagy városokba számoljuk meg, hogy 100 autós közül hány áll meg a zebránál, engedi át a gyalogosokat, és akkor, ha ezt összevetjük az ország általános kulturális képéről alkotott elképzelésünkkel, akkor ezek eléggé hasonlítanak egymásra. Tehát ahol szépen előre köszönnek neked a boltban, meg becsülettel beszél veled a buszkalauzot, általában meg is állnak a zebránál. Tehát nyilván mindenkinek élménye, most az elmúlt nap 3-szor fordult velem elő, hogy átengedek valakit a zebrán, ugye ráadásul hogy kanyarodom is, meg zöld lámpája is van, és akkor a mögöttem álló, azt már csak halkan jegyzem meg, hogy BMW-s, tövig nyomja a dudát vörösödő fejjel, miközben ő is látja, hogy mondjuk még ráadásul egy nőt engedek át, aki egy kisgyereket cipel magával. Tehát akkor mégis mire gondol? Tehát, hogy a szabályozás fontosságát, meg a technikai újításokat nem becsülöm le, mert nyilván ezek nagyon lényegesek, de hogy lehet, hogy valami kis népnevelésbe is kéne fogniuk. Így van. Mi magunk is elcsodálkoztunk, ugye 3-4 napja kezdtük el ezt a dolgot, hogy hát akkor Facebook kommentelő oldal kampányokat csinálunk. Hát kettős az ügy. Egyrészt valóban jönnek az áldozathibáztatások, hogy amivel az előbb ön beszélt, hogy miért gyalogol ott éppen, amikor én arra megyek az autómmal, de meg kell, hogy mondjam, hogy azért jóval többen voltak azok, akik nagyon örülnek ennek a dolognak, az ország minden részéből, az országos szervezetünk révén ugye be tudnak csatlakozni, és akkor hozzák az ötleteiket, visszajeleznek nekünk, és én azt gondolom, hogy mélyen hiszek az emberek, hát most ön mondta, nevelhetőségében, ami nyilván nem egyik napra a másikra megy, de azt gondolom, hogy mindannyiunk érdekel, hogy ezen változtassunk, mert hogyha vannak olyan országok, ahol vagy olyan nagyvárosok, ahol 0 darab ember hal meg évente zebrán. Helsinki például. Például Helsinki, akkor én azt gondolom, hogy itt Budapesten, vagy a Magyarország bármelyik nagyvárosában is, csak az vagy kisvárosában, vagy folyában is, csak az lehet a cél, hogy ezt elérjük. Nem gondolnám, hogy a magyar emberek bármiben is rosszabbak lennének bármelyik más embertársunknál. Lehet, hogy ebben javulnunk kell, akkor ebbe sok energiát kell fektetnünk közösen, az államnak is, a városoknak is, az embereknek is. Nincsenek jobb oldali vagy baloldali halottak, hanem csak halottak, meg sebesültek vannak, és azt gondolom, hogy először változtatni kell a törvényeken, azt gondolom, hogy ezek elavultak tényleg, és vannak új technikák, amiket be kell vezetni, és aztán pedig hát nyilván arra is kell időt szánni, hogy egész egyszerűen a közlekedési kultúránkat
aminél azért van sokkal rosszabb is ezen a bolygón, de hogy azért nyilván nekünk is van mit javítanunk magunkban. Hát bőven, még egyet mondjuk meg, hogy mennyire pénzkérdés ez. Tehát, hogy nyilván pénz itt rogyásig van, mert majd egy stadionnal kevesebb épül fel, de hát azért ez az intelligens, ez a lámpavilágítás, az újrafestés, szóval ezek számottevő összegek egyébként? Hát én azt gondolom, hogy nyilván ezek viszonylag akár lehetnek komoly összegek is. Egy átlag embernek mindenképpen. Én azt gondolom, hogy egy a magyar gazdaságnak, egy magyar költségvetésnek bele kell, hogy féljenek. Tehát ugye itt nem arról beszélgetünk, hogy van egy kis probléma, és akkor oldjuk meg, hanem ez egy komoly probléma, hogy emberek halnak meg, annál drágább ugye semmi se, főleg, hogy a gyerekek is, rengeteg gyerek hal meg ezekben a balesetekben. Tehát én azt mondom, hogy a probléma mértékéhez képest egyébként nem olyan nagy pénz. Köszönöm szépen Székely Sándornak, a Szolidaritás országgyűlési képviselőjének, viszonthallásra. Köszönöm, viszonthallásra. www.klubradio.hu Hallgasson bele! Csak úgy eszembe jutott, hogy te Dénes, a biciklisták, azok jól viselkednek a zebrán. Attól függ, hogy kiről van szó, mert hogy hát én például igyekszem rendesen viselkedni a zebrán. Mondjuk ott is nagyon sokszor vita van arról, hogy ott a biciklista átmehet, nem mehet, tehát át kell tolnia. Hogyha jól tudom, akkor ott egyébként hivatalosan az van, tehát hogy elvileg nyilván körültekintéssel át lehet tekerni a zebrán, csak hogyha ott a biciklista ott haladna át, akkor nem jár neki az az elsőbség, ami egyébként egy gyalogosnak járnak, de egyébként, ha jól tudom, akkor itt tiltás nincs. De hát amúgy hát gyalogosként is, meg biciklistaként is azért tapasztalok, vagy érzek olyat, jó, hát nem egy gyors változás ez, de hogy azért kultúráltabbá vált az mondjuk az elmúlt 15 évben a közlekedés azért. Jó, oké. Tehát mondjuk azért előfordul már az például, hogy megállnak az zebránál az autósok, hogy átengedjenek gyalogosként. Ilyet is tapasztaltam még már. Ilyet például. Is, ne hülyeskedj. De hogy olyan is volt már például, vagy amit én például szoktam figyelni, hogy beleállnak-e a kereszteződésbe az autósok, hogyha látják, hogy nagy a forgalom, és nem biztos, hogy tovább tudnak menni, mire pirossá vált a lámpa. Hát nagyon sokszor vannak még ebből is tülekedések, dudálások, üvöltözések, amikor így közlekedek a városban, de hogy mert hogy nem én üvöltözök, vagy nem velem üvöltöznek, de hogy azért már látom azt, hogy egyre többször figyelnek az autósok arra, hogy akkor inkább megáll a lámpánál, és mert hogy hát, ha pirosra vált addig. Egyébként van ennek egy ilyen kulturális mintázata, és például én jó, Kőszeg egy kisváros, és nyilván egészen másképp működik egy kisváros, mint egy nagy zsúfolt város, de például Kőszegen, ha közelítesz egy zebrához, akkor lassítanak, megállnak, átengednek, már-már nyugat-európai mértékben. Mondom, hogy itt Budapesten az elmúlt napokban egészen rémisztő tapasztalataim vannak így a közlekedésben. Közlekedési éreket mondasz, ha már ez is szóba kerül? Persze, de ami fontos, csak egy fél mondat, hogy bárhogy közlekedünk, azért a szemkontaktus nagyon fontos. Tehát, hogyha belenézünk a partnernek a szemébe, a szélvédőn keresztül, vagy akárhogy, akkor azért az úgy már megváltoztatja a dolgokat. Reggeli gyors.